Egész New Yorkban emelték a rendőri készültséget a szombati késes támadás után. A hatóságok a közelgő szilveszter miatt aggódnak, így akadályoznák meg az újabb merényleteket. A hétvégén egy férfi késsel rontott több mint 100 hanukát ünneplő zsidóra, ahol 5 embert megsebesített. A 37 éves férfi gyilkossági kísérlettel, valamint betöréssel vádolják. Az állam kormányzója szerint viszont terrortámadásként kellene kezelni az esetet. Vasárnap Hanuka 8. éjszakáján New York polgármestere gyújtotta meg a hanuki alángjait. Bill de Blasio úgy fogalmazott, hogy a szombati késes támadás mindenkit egyformán érintett, és a Metropolis valamennyi lakója ellen szólt. A város minden lakója szolidaritást vállal az érintett zsidó közösség tagjaival, mondta a New York polgármestere. Legkevesebb 5 megsérültek, amikor szombaton az esti órákban a New York állambeli Muncie-ban egy afroamerikai férfi berontott a helyi ortodox rabbi házába, ahol a hanukát ünnepelték. Szemtanúk szerint az arcát eltakaró támadó egy macsétával kezdte el kaszabolni a bent lévőket. Láttam a kardját, biztos voltam abban, hogy mindenkit meg fog ölni, mondta egy szemtanú, aki a hátsó ajtón menekült el a rabbi házából és a szomszédban talált menedéket. A támadó 5 embert szúrt meg, voltak itt többször is egymás után. 2 áldozatot válságos állapotban szállítottak kórházba. A késelő elhajtott a helyszínről, de a rendőrség 1 órával később New York Manhattan negyedében elfogta. Első fokon 5 rendbeli gyilkossági kísérlettel és betöréssel kell szembenéznie, mondta a rendőrfőnök. A 37 éves feltételezett támadót, egy Grafton Thomas nevű férfit vasárnap vád alá helyezték. A tárgyaláson azonban ártatlannak vallotta magát. A rendőrség házkutatást tartott a férfi otthonában, ahol az anyjával lakott. Ügyvédje szerint védencét már évek óta mentális zavarokkal kezelik. New York állam kormányzója azonban határozottan elítélte a támadást. Ez gyűlöletcselekmény, tömeges erőszak, amelyet belföldi terrorizmusnak tartok. Ezek az emberek terroristák, és terrorcselekmények elkövetőiként kellene eljárni velük szemben, mondta Andrew Cuomo hozzátéve, hogy javasolni fogja a vonatkozó törvények szigorítását annak érdekében, hogy a hasonló eseteket terrortámadásként kezeljék a hatóságok. New York polgármestere pedig bejelentette, hogy nem csak a zsidó közösségek által lakott negyedekben, hanem a szilveszteri ünnepek előtt az egész metropoliszban fokozzák a rendőri jelenlétet.